Jó estét kívánok mindenkinek! Hagyományosan a Hubay Jenő Kisfúvó zenekar zárja az évadot, az évet. Nagyon örülök, hogy ilyen sok ismerős arcot láttuk, és újakat is. Az újaknak bemutatkoznék, hogy Schwarz Balázs, a szülőknek meg bemutatom a Kisfúvó zenekart. Nehéz, nagyon nehéz most itt állnom. Az egyik szemem sír, a másik nevet. Elmondom, hogy miért sír. Jó, azért, mert vége lett egy olyan felkészülésnek, egy olyan próba folyamatnak, amit én imádok. Tehát egyszerűen imádok ezekkel a gyerekekkel dolgozni. A másik szemem pedig azért nevet, mert tudom, hogy önök ma este nagyon-nagyon jól fognak szórakozni, és hatalmas nagy érzelmi hullámvasútra fogjuk önöket felültetni. És lesz, amikor nevetnek, lesz, amikor buliznak, és lesz, amikor pedig sírnak. Most én úgy tudom, hogy a bohémosok megint itt vannak. Ez az! Hogyha buliról van szó, akkor rátok nagyon számítunk, mint beépített közönség. Jobb helyeken ilyenkor fizetni szoktak. Ti majd kaptok... Jó. Nagyon-nagyon sokat készültünk a ma estére, és rettenetesen élvezzük, hogy újból teltház előtt játszhatunk. Nagyon megviselt minket ez a Covid, meg ez az egész őrület, ami a világban van. Azért nem volt zökkenőmentes a felkészülésünk, ezt el kell, hogy mondjam, mert azért rajtunk is végig söpört egy-két dolog, de most nagyon-nagyon-nagyon ki fogunk tenni magunkért, és bele is csapunk a következő műsorszámunkba. Hát, 7 éves a zenekar, 7 és fél éve nyúzzák a fülemet, húzogatják a fülemet, hogy ezt a műsorszámot ők el akarják játszani. Én 7 éve mondom azt, hogy nem. Ez olyan, mint nálunk a családban a kutyatartás, tehát 7 évig mondtam, hogy nem lehet kutyánk, lett. Na most ugyanez van itt is, hogy 7 évig mondtam, hogy ezt a műsorszámot már pedig nem játsszuk el. De, nem, de, de. Kicsit átírtuk, kicsit átvariáltuk, kicsit beleraktuk szívünket, lelkünket, és egy Morricone egyveleget fogunk most eljátszani önöknek. Fogadják sok szeretettel! Thank you.
Na, ilyenkor nehéz levegőt kapni. Nagyon büszke vagyok a növendékekre. Hallható volt? Épp hogy? Jó, hát most egy fiatal ember következik, Vadász Kristófnak hívják. Ő úgy csöppent most ide bele, hogy oda mentem, hogy te fogsz szólózni, szóhoz se jutott, és elfújja a szólót. De nekünk ez egy pihenő szám lesz, de szegénynek nem. Ő egy nagyon ügyes, nagyon szorgalmas, és azt mondta, hogy többet nem mondjak róla. Megtiltotta, így hát én ezt betartom. Maradjunk annyiba, hogy a lányok között ott nem fog elvészni. Na gyere Kristóf, fújd el, és akkor átadom a mikrofont, hogy mit is fogunk játszani. That can't help falling in love, Elvis Presley. Tudják, milyen nehéz ide kiállni ennyi ember elé? Csak egyszer, mindig azt mondom a szülőknek, hogy csak egyszer jöjjön ide valaki, és mondja el az anyám tyúkjának az első két sorát. Nem kell csinálni semmit, csak még hangszeren se kell játszani. Csillag csak. Te tudod, mert te minden versenyt megnyersz gitáron. Ilyen szakértők ülnek itt. Mi következik? Igen. Kezdek feloldódni, jön a spontán konferálás. Eddig gondoltam át. Fél év alatt. A karmester asszony nevet egyébként, tehát hogy így, na jó. West Side Story következik, két banda háborúzik,
Hál' Isten a zenekarban nálunk nincs két banda, nem háborúznak, én csinálom maximum a palávert, néha leszúrnak, néha nem, de általában nem. Igaz? Nagyon-nagyon sokat dolgoztunk ezen a darabon is. Ez nem a nagy slágereket tartalmazza, ez egy kicsit ilyen érzelmesebb nóták fognak most következni, így hát nagymamák és anyukák elővelték a zsebkendőt, és akkor igen, ott már integetnek nekem, az ne, ugye nem azt jelenti, hogy haza tetszik menni, és ennyi volt, köszönjük szépen. West Side Story. Thank you.
Most egy olyan műsorszám következik, amit megpróbálok úgy fölkonferálni, hogy ne bőgjem el magam. Úgyis hozzászoktak már, rendszeresen elsírom magam a koncerteken. Na jó. Tehát most egy olyan műsorszám következik, amit egy szaxofonos hölgy kért tőlem egy pár évvel ezelőtt, mert meghalt a nagypapája, és neki ez volt a kedvenc műsorszáma. És én azt mondtam, hogy ezt csak úgy vagyok hajlandó eljátszani, hogyha eredetibe. És igen, hegedű szólóval fogjuk eljátszani a Schindler listáját, és ez a koncertünk csúcspontja a mai napon. Ezt minden egyes olyan családtagnak játszunk, akik már nincs velünk, és felköltöztek az égbe. Egy olyan hegedűművésznőt hívtam ehhez, aki azt mondta, ő is, hogy megtiltotta, hogy bármit elmondjak róla. Nem mondok el róla semmit. Annyit szeretnék kulisszatitkot elárulni, hogy ő és a zenekar hihetetlenül összehangolódtak, és itt maradnak próbán, és beszélgetnek, és kiönti a zenekar neki a lelkét, és tulajdonképpen itt most én tök fölösleg vagyok, bár kérték, hogy itt legyek, de ezt most hallgassák meg úgy, hogy nem önöknek játsszuk, hanem az égieknek. Germán Júlia, hegedűművésznő.
Csak annyit szeretnék mondani, hogy hihetetlen jó élmény volt nekem ezekkel a fiatalokkal együtt zenélni, és nagyon szépen köszönöm nektek, hogy ilyen kedvesek vagytok, és borzasztó jó köztetek lenni. Csak ezt akartam mondani. Köszönjük szépen! Hogy megnyugodjanak, soha mostantól a koncert végéig senkit nem fogunk megríkatni. Hát most ugyan nehéz tovább menni egy kicsit, mert azért engem is elragadtak az érzelmek, de innentől kezdve, jaj, de jó látni, hogy mindenki dörzsi le a szemét, és olyan jó, hogy senki nem allergiás. Elárulom, hogy annak a szőke kislánynak, aki törölgeti a szemét, neki játszott. Na, hogy menjünk tovább, és ezzel a darabbal küzdöttünk a legjobban, ami következik, mert az érzékekről szól. És hát nem a palacsintát kell megenni, hogy nutellás vagy kakaós, vagy olyan érzékek, hanem hát egy 18-as karikás darab következik, és azért ezt így, mint tanár, tanítsam meg a 17-18 éves korosztálynak, hát ebbe az így beletört a bicskám, de szerintem azt, hogy ezek a csibészek itt most már tudják ezt a hangulatot. Két számot fogunk egymás után játszani. Most azért megvárom, hogy a Dévény család kisírja magát, mert ezek után most már föl kell állni tapsolni. Így. Úgy. Nem úgy. Jó. Jó. Tehát a Libertango és a Sway következik. Mind a kettő egy jó kis tánc. Így hát lehet mozogni, nem fogok hátrafordulni, megígérem, meg egyébként csak élőben megy ki a YouTube-on, tehát nyugodtan föl lehet állni, táncolni, jól érezni magukat. A karácsonyi koncertet is alig nézték meg 1700-an, tehát nyugodtan, aki úgy érzi, hogy itt szabad a parketta és azonnal ropja, lehet tangozni, tehát Libertango. Thank you.
Jó, aki a fuvolának tapsolt, az koncert után jöjjön hozzá, mert árulja el a titkot, hogy mit tudnak a hölgyek, hogy így üvöltenek neki. Jó. Fizetett közönségetek van, ezt úgy hívják egyébként. Volt ilyen régen az operában, valaki leénekelte az áriát, és valaki juhú, elkezdett tapsolni, és akkor az egész opera tapsolt, beépített. Mert azt tudom, hogy a Kristófnak a bohémosok csinálják, de hogy most már fuvola szólamnak is. Mi lesz jövőre? Erről jut eszembe jövőre. Hát jövőre is leszünk még, és szeptember elején lesz egy Best of 2 című koncertünk, amiben biztos, hogy fog menni az Abba, meg az Így nevelt a sárkányom, ez a kettő már megvan, így hát nagyon-nagyon sok szeretettel várunk mindenkit ugyanide a Hubaiba. Ugyanezek az arcok fogják önöket várni, és ugyanígy fognak mosolyogni. Így most bezárom őket, és szeptemberben kiengedem. Néha behangolnak, aztán ez van. Jó, hát az az szomorú hírem van, hogy eljutottunk a koncert utolsó műsorszámához. Hát ez azért van, mert nem beszélek annyit, mint szoktam, mert azt mondták, hogy a néha több az kevesebb, vagy a kevesebb az néha több, na mindegy. Tehát most nem kezdtem el így árjázni a gyerekekről, de ami később még nem múlik, ha jól tapsolnak az utolsó műsorszámra. És az utolsó műsorszámunk pedig hát egy világhíres sláger lesz. Ez most nincs megbeszélve a gyerekekkel, de eljátsszuk az elejét, és utána közösen be kéne üvölteni, hogy mi az, jó? Jó? Figyeljenek! Rómeos Júlia, hát, határeset elfogadom. Igen, valaki? Nem hallottam. Egy, kettő, három. Ti hallottátok? Nem hallottuk. Egy, kettő, három. Jó, akkor eljátszunk.
Jó éjszakát kívánunk! Na jó. Játszunk még. Ott a hölgy, mert most már hölgy, kisasszony, elém tolt egy kottát egy fél évvel ezelőtt, Lady Gaga Csillagszületik Shallow című számát, és én nagyon elzárkóztam tőle, mert nem tetszett a hangszerelés, aztán jó lett. De én ezt most átfogalmazom, gyerekek, nem csillag születik, hanem emberek születtek ebbe a 7 évben, amíg együtt dolgozunk. És ezt most remélem ért. Jó, csics. Ugyanis elmondom, hogy 7 évvel ezelőtt egy maggal kezdtük dolgozni, és mindig jöttek hozzá újak, de a magocska az olyan, mint egy elvetjük a földbe, akkor először nem történik semmi, csak kicsirázik, most én nem fogok biológia órát tartani, ezt mindenki tudja, és egyszer csak lesz belőle egy fa, az terebélyesedik, kezdtünk 18-an, most vagyunk 65-en, mondjuk most csak 55-en, de ez a mag, ez mindig megmaradt. De ez a mag most tavaly meg tavaly előtt már leérettségizett, és ők egyetemre járnak. De az csak egy negyed mag volt, és volt még egy háromnegyed magom, amivel küzdöttünk évekig, ők felnőttek és leérettségiztek. De olyan szinten érettségiztek le, hogy 99%-os matematika érettséget írt valaki itt a hátam mögött. Vagy oldalt. A kürtös fiatalember csak 98%-os informatikát írt, mert nem találta az egeret. És senkit nem akarok megsérteni, de csak erre emlékszem, de tudom, hogy sokan csináltak biológiát, földrajzot, és ez a mag felnőtt. És én tudom, hogy ők még nem tudják, de én tudom, hogy ha ők kirepülnek, akkor már nem lesz ugyanaz. Én már nem tudok majd rájuk hatni, ugyanígy, mint amikor ők iskolások voltak, így hát én nagyon boldog vagyok, hogy ők felnőttek. Hogy azért nem meghatódva hagyjuk el a színteret, azért kéne nekünk majd egy kis segítség. Eljátsszuk a cellót, amit én nagyon-nagyon megszerettem, és szerintem most a zenekar tudja miért, de nekem fogja játszani. És utána belecsapunk egy ilyen tök átlagos dalabba, a Bad Romance-ba. És a Bad Romance után pedig, ha nagyon tapsolnak, akkor lesz még egy kis meglepetés, nem árulok el titkot, mert úgysem mennének haza. De a Bad Romance után nagyon-nagyon kell tapsolni. Hát most egy Lady Gaga egyveleg következik. Ezt minden koncerten elmondom, hogy én úgyis kicsikarom a közönségből a ráadást, akár akarják, akár nem. Mert ha már ezt önző módon elmondom, mert ha már betanítottam ezt a 10 számot, és beleraktunk mindent, akkor is eljátsszuk. Jó? Tehát, Shallow.
Jó éjszakát kívánok!